Idén is közösen nyitotta meg a tanévet Pécs városa és egyeteme. A Pécs városnapja ünnepi közgyűlés és a Pécsi Tudományegyetem tanévnyitó ünnepi szenátusi ülés közös rendezvényen átadtak rangos városi és egyetemi díjakat. Idén a Pécsi Tudományegyetem 9 oktatóját nevezték ki egyetemi tanárrá. Fenyvesi Csabát, a büntető és polgárjogi eljárásjogi tanszék egyetemi tanárát, Horváth Ivánt, a szívgyógyászati klinika egyetemi tanárát, Fedeles Tamást, a Történettudományi Intézet középkori és koraújkori történeti tanszék egyetemi tanárát, Szijjártó Zsoltot, a Társadalom és Médiatudományi Intézet kommunikáció és médiatudományi tanszék egyetemi tanárát, Ács Pongrácot, a Fizioterápiás és Sporttudományi Intézet egyetemi tanárát, a kardékán helyettesét, Szemeti Lászlót, az Élelmiszer Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet egyetemi tanárát, Horváth Attillát, a Kémiai Intézet egyetemi tanárát, a kardékánját, Jakab Ferencet, a Biológiai Intézet egyetemi tanárát, a kardékán helyettesét, Pro Communitate díj kitüntetést kapott Bódisné Zámbó Katalin egyetemi tanár, Pro Civitate díj kitüntetést érdemelt ki Kellermeyer Miklós az orvostudomány területén folytatott közoktatási és tudományszervezési tevékenységéért. Kollár Lajos, a klinikai orvostudományok terén elhivatott, több évtizedes szakmai és tudományos pályafutásáért és a közegészségügyi ellátórendszer korszerűsítéséért. Egyetemi kultúráért díjat vehetett át a Students Help Students szervezet képviseletében Ashild Fossum Eriksen. Kovács Patrik Ferenc gyógytornász szakos hallgató. Major András képviseletében a PTL Zsolnai Vilmos fúvózenekar hallgatói fúvós együttes. Egyetemi sportéletért díjban részesült Szalai Kata, földrajztestnevelő tanár, a természettudományi kar végzett hallgatója. Vajda Virág, az egészségtudományi kar rekreáció szervezés és egészségfejlesztés szakos hallgatója. Varga Ráhel, a kultúratudományi, pedagógus képző és vidékfejlesztési kar tanító szakos hallgatója. Posztumusz egyetemi sportéletért díjban részesült Tamás Lajos címzetes egyetemi tanár. A díjat özvegye Tamás Lajos névette át. Az egyetem rektora Alma Mater emlékérmet adományozott Földesi Petra jogász végzett hallgatónak és Vida Róbert Györgynek a Gyógyszerészeti Intézet és a Klinikai Központi Gyógyszertár egyetemi adjunktusának. Pro Universitate Juventutis díjat kapott Kovács Péter hallgató, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának elnök helyettese és szintén Bianca doktorandusz hallgató. Idén az egyetem szenátusa Nagy Lajos Király díjat adományozott Béjác Iván, a közgazdaságtudományi kar emeritus professzora részére. Ez egy nagyon nagy megtiszteltetés. Tegnap volt 48 éve, hogy én ide érkeztem, és ma van 48 éve, hogy az első munkanapon megjelentem a közgazdasági karon. Az egész eddigi pályámat ott töltöttem, végtelenül hálás vagyok ezért a nagy megtiszteltetésért. Amikor én elvégeztem az egyetemet, és friss diplomásként idejöttem, akkor a vállalatról szóló tudománytudás nagyon sovány volt. Akkor a nemzetgazdaság volt a fontos. És hát ebben az elmúlt majdnem 50 évben, mert a kar jövőre 50 éves lesz, hát valamit hozzátettünk ennek a vállalati tudománynak a gyarapodásához. Ezt tartom a legfontosabbnak. Meg ahogy ennek részese lehettem. Posthumus Pro Universitate Quinquel Clesianzi kitüntetést kapott Sümegi Balázs, az Általános Orvostudományi Kar Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet korábbi tanszékvezető egyetemi tanára. A díjat özvegye Sümeginé Dobrai Katalin vette át. Pro Universitate Quinquel Clesianzi emlékszobrot vehetett át Süli János, a Paksi Atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter. A Pécsváros díszpolgára kitüntető címet Rétfalvi Sándor szobrászművész kapta. A díjat fia Rétfalvi Donát vette át.